Tisztelettel köszöntök mindenkit! Az Orbán kormány újabb rendkívül súlyos botránya rajzolódik ki a 24.hu cikke alapján. A Varga Mihály vezetőte pénzügyminisztérium 54 tisztségviselőjét, köztük osztályvezetőket, főosztályvezetőt és egy volt helyettes államtitkárt is azzal vádolnak, hogy iparszerűen lopták el az uniós pénzeket. A Demokratikus Koalíció szerint Varga Mihály nem hallgathat tovább a minisztériumát behálózó uniós pénzeket sikkasztó maffiáról. Ezért a pénzügyminisztérium meghallgatását kezdeményezzük az Országgyűlés Költségvetési Bizottságában. Varga Mihálynak el kell számolnia azzal, hogyan lophatták el iparszerűen az Európai Uniós pénzeket a saját beosztottjai. Nem fogjuk hagyni, hogy Varga Mihály és a főnöke Orbán Viktor megúszta az elmúlt 14 év egyik legnagyobb korrupciós botrányát. Elegünk van az Orbán rendszerből, elegünk van a mindent megúszó Fidesz milliárdosokból és közpénztolvajokból, és elegünk van a szabadot engedett fideszes pedofilokból is. Itt az ideje, hogy a szociáldemokraták és zöldek Dobrev Klára és Karácsony Gergely vezetésével együtt vessenek véget az Orbán rendszernek. A Varga Mihály vezette pénzügyminisztériumban működő bűnbanda lopásainak mértéke csak Völner Pál államtitkár és Lady György által irányított fideszes végrehajtó maffia tevékenységéhez mérhető. Az Orbán kormány pénzügyminisztériumában uniós támogatások milliárdjai vándorolhattak kormánytisztviselők zsebeibe, akik luxusautókra, luxuskarórákra költötték a hazánknak járó uniós pénzeket. Ez az úgyis azt bizonyítja, hogy az Orbán rendszer a tetejétől az aljáig minden szinten velejéig romlott. Nem lehet megjavítani, nem lehet megreformálni. Ezzel a rendszerrel nem lehet egyezkedni, csak el lehet söpörni. Éppen ezért a Demokratikus Koalíció szerint Varga Mihály nem hallgathat tovább a minisztériumát behálózó uniós pénzeket sikkasztó maffiáról. Ezért a pénzügyminisztérium meghallgatását kezdeményezzük az Országgyűlés Költségvetési Bizottságában. Varga Mihálynak el kell számolni avval, hogyan lophatták el az Európai Uniós pénzeket a saját beosztottjai.